Kedves végzőseink, tisztelt szülők, kedves kollégák! Egyedül állok itt. Egyedül állok azon a helyen, ahol máskor, jobb időkben mosolygó diákarcok, könnyes szemű szülők, nagyszülők vesznek körbe. S ahol már ballagtunk volna ünnepélyesen, kicsit a múlton merengve, és közben arra is figyelve, hogy lányainknak ne okozzon gondot a magas sarkú cipő, mert az ünnephez magas sarkú cipő illik. És persze matróz blúz, öltöny, batyány és nyakkendő, ballagási tarisznya, és benne a pogácsa, a pici vándorbot, és egy fotó az iskoláról. De most nincsenek jobb idők. Már második éve kényszerülünk arra, hogy egy kisfilm segítségével köszöntsük azokat a bélyegéseket, akik 4 vagy 8 év után, május 3-án, hétfőn megkezdik az érettségi vizsgát. És ezen a reggelen egy kis meglepetés is vár benneteket, egy BLG-s max a padjaitokon. Kedves ballagók, ti mind a 131-en bekerültök a Batthyány Gimnázium évkönyvébe. Köszönöm a kitartó, szorgalmas és sokszínű munkátokat a tanulásban, a tanulmányi versenyeken, a művészetekben, a sportban elért kiváló eredményeiteket. Köszönöm a 8 év folyamos 12. A osztály és osztályfőnöke Alexa Mercedes tanárnő, a matematika, fizika, reál 12. B osztály és osztályfőnöke Kovácsné Nemes Adél tanárnő, a nyelvi 12. C osztály és osztályfőnöke Kovács András tanár úr, a biológia, kémia, reál 12. D osztály és osztályfőnöke Lábodi Gyöngyi tanárnő, és a humán 12. E osztály és osztályfőnöke Knausz Ágnes tanárnő munkáját. Kedves ballagók! Mindannyiunkban nagy a hiányérzet. Igen, a hiány az, ami leginkább meghatározza az elmúlt évünket, mert sok minden szép és felemelő eseménytől megfosztott minket, és benneteket is. A járvány, sok minden, ami addig természetes volt, mint a levegővétel, elkezdett hiányozni. Az órák előtti izgalom, a szünetek felszabadultsága, a délutáni beszélgetések a kisaulában, a zongoraszó a nagyaulában, és így tovább. De a legfájóbb, hogy azok az események is elmaradtak, amelyekre annyira vártatok. A kék szalagbál, a szerenád, a szalagavató és a ballagás. Igyekeztünk valamit bepótolni a szalagtűzéssel, de tudjuk, hogy nem volt az igazi. Ti is tudjátok, hogy nem rajtunk múlt. S most ez a mai ballagás. Úgy gondolom, nem lenne jó megszakítani a hagyományt, mely szerint végzőseinktől még az érettségi vizsga megkezdése előtt elköszönjünk, mert ezt ti mindannyian megérdemlitek. És a kapun való kilépés előtt kell ez a kis megállás, most csak így, videón keresztül. Ám ha a járványügyi helyzet úgy alakul, ha nem lesz semmi akadálya, akkor talán tudunk egy szűkkörű, ennél igazibb ballagást tartani. Mi is szeretnénk látni benneteket együtt, a valóságban is, de ez nem rajtunk múlik, higgyétek el. Kedves ballagó diákjaink! Külön szeretném köszönteni mindazokat, akik a végzősök közül valamilyen díjban, elismerésben részesülnek. A videó folytatásában fény derül arra is, hogy kik ők.
Én most előre is szeretném virtuálisan nyújtani elismerésként a kezem feléjük, és szeretettel gratulálni nekik, hisz a kiválók között ők a legkiválóbbak, akik az elmúlt évek során mindig ott tevékenykedtek az élvonalban. Végezetül minden kedves végzős Batthyányisnak szóljon a 20. század egyik legnagyobb fizikusának, Albert Einsteinnek a gondolata, mely így szól: tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést. Isten áldjon benneteket! Kedves Ballagó diáktársaim, tisztelt tanáraink, drága szüleink és vendégeink! 4 évvel ezelőtt, 2017-ben léptem át először a BLG kapuit csillogó szemű gólyaként. Az új osztály, a pedagógusok, a Batthyányis közösség és élmények áradatában elveszve minden olyan szürreálisnak tűnt, hiszen gimnazista lettem. Emlékszem, hogy a követelményrendszer és az érettségi vizsgák már a legelső órákon szóba kerültek. Érettségi? Ugyan már, hol van az még? Egyáltalán miért emlegetik? Pár hónapja vettek csak fel. Ilyen gondolatok cikáztak a fejemben. Kimondani is furcsa volt, nemhogy belegondolni, hogy a mi évfolyamunkra is ott leselkedik a nagy próbatétel a jövőben. 9. ámulva néztem föl a végzősökre. Szememben ők voltak a nagyok, akik mindent tudnak, és akik hamarosan számot adnak tudásukról. Szinte egy tűnő pillanat volt, mire ráeszméltem, hogy most mi vagyunk a nagyok.
Azonban az utolsó diákévünket nem ilyennek képzeltem el. Értelmet nyert számomra az iskolánk falai között oly gyakran elhangzó intelem. Non scholae, sed vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. 2020 márciusában 11-esként tértünk át a digitális oktatásra a járvány miatt. Ez mindannyiunk számára szokatlannak tűnt, és már akkor is számos kérdés övezte a ballagók sorsát és az érettségik megtartását. Őszintén reménykedtünk, hogy a pandémia lecsillapodásával ősszel visszatérhet életünk a normális kerékvágásba, és szalagos évünk gondtalanul zárul. De a sors közbeszólt. Novembertől ismét otthonról folytatódott a tanítás, amely a várt 1-2 hónap helyett ebben a tanévben 5,5 hónapig tartott. Tudjuk, hogy ez bizony rengeteg idő. Tudjuk, hogy mennyire nyomasztó. Tudjuk, hogy mindenki a lehető legjobb végkifejletben bízott, hisz annyi mosoly, ölelés fönnakadt a világ ágbogán. És tudjuk azt is, hogy évfolyamunk meg annyi nagyszerű eseménytől fosztatott meg. Kirándulásoktól, színházlátogatásoktól, külföldi nyelvtanulástól. Szalagavató helyett szalagtűzésben volt részünk, de ezért is őszintén hálásak vagyunk. Szinte semmi nem úgy alakult, mint ahogy elterveztük. Napról napra változott ez az egyébként is kiszámíthatatlan és bizonytalan helyzet. Jó lett volna visszatérni a padokba januárban vagy februárban, hogy legalább a maradék kis időre élvezhessük a végzős lét izgalmait, de a járvány ezt is elvette tőlünk. Mint ahogy elvette az utolsó közös pillanatainkat is, mert egy valami biztos. A virtuális tér, az online közeg minőségében soha nem fogja tudni pótolni a személyes találkozásokat, a közösen megélt élményeket. József Attilával szólva, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Mégis úgy érzem, szerencsésnek, és végtelenül hálásnak mondhatom magam, hogy életre szóló barátságokat kötöttem, és oly csodás és felejthetetlen élményeket éltem meg Batthyány éveim alatt, mint a gólyabál, a 24 órás foci, az osztálykirándulások, színházlátogatások és a tanulmányi versenyek. De persze egy váratlan felelés vagy dolgozat kihívásai és bizonyára emlékezetesek maradnak. A búcsú ideje viszont elérkezett. Útjaink ugyan elválnak, de hiszem, hogy ez az elköszönés nem örökre szól. Szívünkben őrizzük a közösen átélt perceket, amelyek életünk végéig megmásíthatatlanok maradnak. Ez a tanév minden értelemben rendhagyónak bizonyult. Komoly, fárasztó és nehéz munka áll mögöttünk, kedves diáktársaim, és a megmérettetés egyre közeleg. Nem szabad csüggednünk, hanem minden erőnket bevetve meg kell mutatnunk, hogy mire is vagyunk képesek. Madács Imre gondolataival kívánok nektek kitartást és sok szerencsét. A cél voltaképp mi is? A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja e küzdés maga.